értesítés, felszólítás, tájékoztatás, végzés. Csak néhány olyan dokumentum, amelyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal küldhet az adózóknak. Ezek az iratok mind más információt tartalmaznak, érdemes odafigyelni a küldeményekre. Egy értesítőt például hatósági eljárás indításakor kaphat az ügyfél, vagy egy tanú meghallgatásának időpontjáról, de akár elmaradt adó, illetve járulékfizetésről is szólhat az irat. Felszólítást is kaphat az adózó, ha például valamilyen dokumentumot elmulasztott benyújtani a hivatal a legismertebb irat azonban a határozat. A hivatal határozatban közli döntését az adózóval, amely lehet egy adókötelezettség megállapítása, vagy egy kérelemnek az elbírálása, elfogadása vagy elutasítása, vagy esetleg egy mulasztási bírságnak a kiszabása is az adózók végzést is kaphatnak. Ez tartalmazhatja az ellenőrzési határidő meghosszabbítását, az eljárás szüneteltetését, vagy éppen egy szakértő kirendelését. Egy-egy ellenőrzés során pedig jegyzőkönyv készül, amely rögzíti az olyan megállapításokat, mint az átadásátvétel, vagy a tanúk meghallgatása. Ezek mellett tájékoztatókat is kiküld a NAV, melyek fontos információkat tartalmaznak. Mostanában folyamatosan mennek ki az adószámlaki vonatok, ez is egy tájékoztatás az adózó fel. Elé, arról, hogy az adószámláján a különböző adónemekben milyen egyenlegei vannak, illetve az adószámlája tartozást vagy pedig esetleg túlfizetést mutat, és ebben az esetekben mi a teendő, hogy tudja visszakérni a túlfizetést, illetve a tartozását hogyan tudja rendezni. A csalók sokszor megpróbálják lemásolni hivatalos szervek leveleit, ez alól a NAV sem kivétel. Az ilyen üzenetek, e-mailek megjelenése ugyan félrevezető lehet, de felismerhető a magyartalan megfogalmazásról, a helyesírási hibákról a hamissága. Általában egy link is található ezekben a levelekben, amelyek adathalász oldalra navigálják az ügyfeleket, ezért fontos, hogy körültekintően járjunk el adataink megadásakor.